Szeretettel köszöntünk mindenkit a hazai ifjú hőseinek a bemutatóján. Végigvesszük a hazai ifjú hősei című országjáró kiállításunknak a hőseit, és ezen az estén Kassai Gergő patriótával beszélgettünk Brenner Jánosról, akit brutális módon meggyilkoltak az 50-es években, és ennek próbálunk egy kicsit utána járni ma este, hogy hogy jut oda egy fiatalember, hogy elindul az éjszakába, a faluból, ahol szolgál, és összeszurkálják az út mentén. Kinek ártott Brenner János? Én is köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, érdemes kicsit megismerni az ő életét, hiszen hát ő 1931-ben született Szombathelyen, és egy nagyon mélyen vallásos családba. Tehát igazából a szüleitől tanulta, vagy kapta ezt a nagyon mély hitet, ami őt jellemezte, és ez lényegében végig kísérte az ő életét. Hát jól jellemzi a család vallásosságát, hogy hárman voltak testvérek, és mind a hárman papi hivatást választották. Így aztán hát végül is neki ez lényegében egy egyértelmű út volt, egész fiatalon már erre készült. És hát ugye Szombathelyen kezdte a tanulmányait, de ugye egy olyan időben választotta ezt a hivatást, amikor talán a legnehezebb volt. Ugye az 50-es években voltak az egyházüldözéseknek ez volt a legkeményebb időszak a egyházüldözésnek. Ez is érdekes, hogy mennyire mélyen hívő kellett legyen ahhoz, hogy ebbe az időszakban ezt megtegye, vagy mi, szerinted mi motiválhatta? Csak ebből indulhatunk ki, hogy ez a nagyon erős hivatástudat, ami benne megvolt, és bármilyen akadályok is kerültek el, és soha nem adta ezt fel. Ugye gondolhatunk arra, hogy Szombathelyen, hát Pécset és Szombathelyen végezte a tanulmányait, és mikor Szombathelyen volt, mert csak egy év volt neki hátra az érettségig, és akkor jött a egyházi iskoláknak a államosítása, ugye 48-ban. És hát akkor ő úgy döntött, hogy akkor ott hagyja Szombathely, és Zircre ment a ciszterci rendbe. Ugye a bátyja, ő ott volt. És hát tudni kell, hogy Zircen egy olyan oda gyűjtötték össze lényegében a államosított iskoláknak a szerzetes tanárait, és úgymond egy illegális oktatási intézményt hoztak létre annak érdekében, hogy akik már elhatározták magukat a szerzetesi hivatás iránt, hogy ne szakadjon ez meg, és tudják folytatni. De ez nem volt egy államilag elismert intézmény, érettségit se kaptak. De ő ott végülis ott végezte be a középiskolai tanulmányait, és ott utána jelentkezett a rendbe, és el is kezdte a noviciátust. Ugyanakkor alig, hogy elkezdte, jött, hogy megvonták a szerzetes rendeknek a működési engedélyét, tehát lényegében felosztatták őket, üldözték. Úgyhogy ő is végül is Budapestre került, akkor egy teológiát kezdett hallgatni, mint világi hallgató, és mellette titokban folytatta ezt a noviciátust. De egy év elteltével már világossá vált, hogy nem tudja ezt tovább folytatni. Hát ekkoriban az egyháznál azt próbálták elérni, hogy szemináriumokba helyezték el a szerzetes növendékeket, és végül is így került Szombathelyre, kispapnak. De még innentől se vezetett egyenes út számára a
papság felé, ugyanis a szemináriumokat is jó néhányat megszüntettek. Erre a sorsra jutott a Szombathelyi is, és Győrbe került. 55 nyarán szentelték fel, és Rába Kethelyre került káplánnak. Ez Szent Gotthárdhoz tartozik. Tehát nem lehetett ráfogni, hogy úszított a kommunizmus ellen, vagy hogy az embereknek mindenféle ilyen avitt, hortikori eszméket sugalmazott, stb. Nem csak tette csendben nem, a dolgát. Csendben tette a dolgát, és igazából ami nem tetszett, valószínűleg az szúrta leginkább a szemét a akkori hatalomnak, hogy nagyon népszerű volt a hívek körében, tehát amellett, hogy ő egy komoly ember volt, egy nagyon közösségi ember volt, jókedélyű, jó szót értett a fiatalokkal, összefogta a helyi közösséget, és amellett, hogy a lelki dolgokban támogatta a híveket, programokat szervezett, tehát gondoltunk itt sportra, játékra. A kommunizmus idejében próbálták a közösségeket szétverni, ahogy csak tudták. Ugye 56 után meg még egy különösen erős ilyen egyházüldözési hullám jött. Úgyhogy egyébként már voltak vészjósló jelek, ugyanis el akarták őt helyezni onnan, tekintve, hogy nem tetszett nekik a tevékenysége, és ugye akkor már működött ez az állami egyházügyi hivatal, ami lényegében erős befolyás gyakorolt a egyház felett, és ott jelezték a püspöknek, hogy hát tegyék őt el onnan. Amikor viszont a püspök ezt mondta neki, akkor ő azt mondta, hogy ő nem fél, és ő mindenképp maradni akar, nem akarja elhagyni a híveit. Tehát ő egy nagyon céltudatos, erős elhivatottságú ember volt, aki nem akarta magukra hagyni az ő közösségét. És hát végül is így jutottunk el ehhez a szomorú eseményhez, ami 1957. december 14-én következett be. Hány éves volt ő akkor? Hát akkor volt 26 éves. Mi történt azon az éjszakán, az utolsó éjszakáján? Hát ugye egy késő esti órán bekobogtak hozzá egy fiatal fiú, és egy haldokló emberhez hívták, hogy nagyon sürgősen menjen, mert hogy ki kéne szolgáltatni a szentségeket, és ő habozás nélkül vette is az oltári szentséget, és útnak indult. Ugye Zsidára hívták egy közeli településre, ami a ő filiája volt, és hát gyalog indult neki az éjszakában, és ekkor útközben érte őt a támadás, és hát tényleg brutális kegyetlenséggel ölték meg, 32 késszúrást azonosítottak, és később a boncolási jegyzőkönyvből az is kiderült, hogy meg is taposták például a fejét, nyakát, a sérülésekből ez derül ki, tehát meg is akarták gyalázni, a torkát elvágták. És később tehát kivizsgálták az ügyet, vagy volt valamiféle látszatnyomozás egyáltalán? Próbáltak kreálni mindenféle, úgymond egy történetet köré, hogy miért gyilkolták meg, hogy a templom pénzt akarták elrabolni tőle, de volt olyan is, hogy valamiféle szerelemfértés sejtettek, hogy ott egy helyi lakos volt rá féltékeny, meg minden olyan dolgot kitaláltak. Végül semmi nem nyert bizonyítást. Utána az volt a taktika, ami megszokott volt akkoriban, hogy nem lehetett róla beszélni. Tehát az ő emlékét azt teljesen próbálták kitörölni. Úgyhogy tényleg egészen a rendszerváltásig erről egyáltalán nem lehetett beszélni az ő vértanúságáról. Az ő története mit üzen egy mai fiatalnak? Hát én azt gondolom, hogy egyrészt nyilván a hívő kereszténynek számára egy példakép lehet, mert az a hivatástudat és az a alázat a hite vallása iránt, az
tényleg egyedülálló. Ugyanakkor nem csak a minden ember számára szerintem példakép lehet, akár az, annak is, aki nem mondja magát hívőnek, mert ez a fajta kitartás, hivatástudat, elkötelezettség, ez azt hiszem, hogy ezek olyan értékek, amik egyre inkább de kiveszőben vannak. És hát bizony fontos, hogy legyenek előttünk ilyen példaképek, akikre fel tudunk nézni, és erről tudunk mi magunk ismeríteni, hogy ebben a hát egyre inkább ilyen értékválságban szenvedő világban is meg tudjunk maradni a saját számunkra, saját magunk számára fontos értékekben is, és ki tudjunk tartani. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos a ő emléke, és hogy az emlékezete megmaradjon. Tehát az érdemes azon elgondolkodni, egy mai fiatal nem néz szembe épp ilyen durva körülményekkel, és mindig, mikor úgy érezzük, hogy nagyon nehéz, akkor lehet, hogy Brennerre kéne gondolnunk az ő életére, és arra, hogy soha nem érdemes feladni bármilyen mostohák a körülmények, vagy bármilyennek érezzük azokat. És hogyha arra járunk, akkor látogassuk meg ezt a kápolnát, emlékezzünk meg róla.